Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önöket az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Elsőként megkérem Kis Róbert rendőr Alezredes urat, az operatív törzs ügyeleti központ munkatársát, tartsa meg tájékoztatóját. Tisztelettel üdvözlöm Önöket! Kezdeném a Hatósági házi karanténnal kapcsolatos rendőrségi ellenőrzéseknek a számával. Az elmúlt 24 órában 750 esetben rendeltek el rendőreink határforgalom ellenőrzéssel összefüggésben Hatósági házi karantén. Így összességében az érvényben lévő és elrendelt hatósági házi karanténnak a száma 11.240. Látható a számadatokból, hogy az megelőző naphoz képest 719-en csökkent ez a szám. Úgyhogy az a tendencia, ami már az elmúlt napokban kialakult, hogy egyre kevesebb az elrendelés, és így az érvényben lévő hatósági házi karantén, ez nem tört meg az elmúlt napok tekintetében sem. Rendőrségi ellenőrzéseinknek a száma viszont növekszik, 252.576 rendőrségi ellenőrzést hajtottunk végre hatósági házi karanténnal összefüggésben. Átekintettük Át a hétvége vonatkozásában a kiárási korlátozással összefüggő rendőri adatainkat. Megállapítottuk, hogy országosan az elmúlt hétvégén 3945 szabálysértés ügyében kellett rendőreinknek intézkedést foganatosítani. Így összesen már 26.316 szabálysértés ügyében intézkedtek rendőreink. Az elmúlt 24 órában országosan 1738 szabályszegés történt, ebből a figyelmeztetéseinknek a száma 816 fővel szemben kellett végrehajtani. A helyszínbírságoknak a száma 521, még a feljelentés 401. A tapasztalataink azt mutatják, hogy arányaiban mérve a hétköznapokhoz képest többen szegik meg a kiárási korlátozással kapcsolatos szabályokat, de ez esetben Budapesten nem tapasztaltunk olyan jellegű nagy szabályszegéseket, amelyek tekintetében nekünk rendőri intézkedés kellett volna foganatosítani. Azt lehet mondani, hogy a kiárási korlátozással kapcsolatos szabályok betartása az a Budapest tekintetében jobban érvényesült, mint az ország más területein. A büntetőeljárásoknak a száma a járványügyel összefüggésben ezidáig 247 fővel szemben rendeltünk el büntetőeljárást. Ebből 61 esetben rémhírterjesztés, közveszélye fenyegetés esetében 26 fővel szemben, csalás 72 fővel szemben, míg járványügyi szabályszegés tekintetében 13 fővel szemben, 49 főt hallgattunk ki ezidáig gyanúsítottként. Szeretném önöket tájékoztatni, hogy a tegnapi napon két teherszállító járat érkezett budapest Liszt ferenc nemzetközi repülőtére. Az egyik Sánkhájból, a másik pedig Szöjúrból egyéni védőfelszereléseket szállított hazánkba, mindösszesen 22 ezer kilogram tömegben ezeknek az egyéni védőeszközöknek a készletezését, raktározását, illetve őrzését végrehajtjuk. Továbbra is ellátjuk a határforgalom ellenőrzési feladatainkat. A határforgalom tekintetében határvárakozásra teherforgalomban belépő oldalon csanátpalotánál tudunk számolni kisebb jellegű fennakadásokra, határvárakozásra. Köszönöm. Köszönöm a lezredes úr. Most kérem hallgassák meg dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos asszony tájékoztatását. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az elmúlt napokban egy kicsit úgy tűnik, hogy a hétvégi megszokott jelenséghez képest nem fokozódott jelentősen a Fertőzöttek száma. Tehát ezt hetek óta észleljük, hogy hétvégén egy picit mindig megtörik, és aztán hétfőn folytatódik az emelkedés. Így történt ez most a hétvégén is. Jelenleg 1984 fertőzöttet tartunk számon Magyarországon. Az elhunytak száma 10 fővel emelkedett az elmúlt 24 órában, így jelenleg 199 olyan személy tartunk nyilván, aki valamely krónikus betegsége mellé még a fertőződést elkapta, a fertőzést, és ö, valamilyen mértékben hozzájárulhatott ez az ő halálához. Jellemzően továbbra is alapvetően idős Többféle betegségben szenvedő embertársainkról van szó. Ugyanakkor emelkedik örvendetes módon a gyógyultak száma is. 267 főt tartunk nyilván, akik a betegségből meggyógyultak, vagy a pozitivitásukat követően negatívvá vált az eredményük. Jelenleg 811 főt ápolnak kórházban, és 60-an vannak lélegeztetőgépen. A laboratóriumi vizsgálatok száma is fokozatosan emelkedik, nagyon sok vizsgálat történt, és történik a mai napon is a kijelölt laboratóriumainkban. Imáron 48.057 azon vírus örökítő anyagának a kimutatásán alapuló labortesztek száma, amelyeket a kijelölt laboratóriumok végeztek. Az elmúlt napon el tudta végezni az országos mentőszolgálat munkatársainak segítségével a pesti úton az újabb mintavételezést a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriuma, így Jelenleg 223 fertőzöttet tartunk nyilván az intézményben, 19 fő dolgozó érintett és 23 fő hunyt el. A mintavételek száma, amelyet másodjára most elvégeztünk, 267 lakónál, illetve 40, 40 fő dolgozónál történt. A laboratóriumi vizsgálat jelenleg is zajlik, ezeknek a mintáknak a feldolgozása folyamatban van. A holnapi napra már tudunk eredményt is mondani. Ekkor tulajdonképpen egy új helyzet keletkezik, hiszen akkor fogjuk ismerni, hogy az intézményben most mi a jelenlegi helyzet, és hogyan kell a továbbiakban, milyen járványügyi intézkedéseket kell még esetleg foganatosítani. Ugyancsak megkaptuk a kerülettől, illetve a fővárostól, a kormányhivataltól a Pesti úttal kapcsolatos dokumentációt, amely egy jelentős mennyiségű anyag. Sikerült ezt áttekintenünk. Annyi bizonyos, hogy a dokumentáció alapján kiderül az, hogy legalább egy hétig fizikailag nem volt az intézményben jelen orvos, tehát bizonyosan nem tudta a helyben a, 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 a gondozottakat vizsgálni, hogy ezen túl, Kell vizsgálódnunk, az nyilvánvaló, hiszen most egyelőre csak a dokumentációt tekintettük át. Nyilván egyéb kérdések a dokumentáció áttekintése után alapvetően képződnek, generálódnak ezek a kérdések, tehát még, még mindig. További vizsgálatot kell folytatnunk annak érdekében, hogy a teljes képet tisztán lássuk, és ezt a vizsgálatot le tudjuk zárni. Nagyon sokan érdeklődnek, hogy, hogy hogyan alakul a járvány, hiszen mindenki erre kíváncsi már most hetek óta, próbára teszi a türelmünket és az energiáinkat ez a járvány minden területen. Nincsen egyetlen egy ember ebben az országban, akinek ne változott volna meg az élete a járvány kapcsán. Ezért számos kérdés is érkezik ebben a vonatkozásban hozzánk. Elhangzanak dátumok, amelyek különböző matematikai modellezéssel, tudományos alapon működő becsléssel készülnek, tehát ezek a dátumok ezek nem légből kapottak, hanem próbálják a szakemberek modellezni egy ilyen típusú légúton terjedő kórokozó esetében és számos más faktor figyelembevételével, hogy hogyan alakul a járvány. Nyilvánvalóan minnyáján azt várjuk, hogy mikor hangozhat el az, hogy talán kifele megyünk belőle, azonban én még, én még sajnos ilyen jó hírt a mai napon nem tudok közölni. A korábbi becslések és számítások alapján hangzik el, és ismerjük ezt a bizonyos május harmadikai dátumot, amikor becsüljük azt, hogy talán a csúcsra fut, ez a járvány, ez azt jelenti, hogy a megbetegedéseknek a száma már továbbiakban nem növekszik, hanem egyfajta plató keletkezik, ez azt jelenti, hogy több napig ugyanannyi megbetegedés számot, illetve pozitivitást regisztrálunk, mint a korábbi időben, de ennek is egy bizonyos ideig el kell tartania, hiszen egy járványügyi elemzésnél egy-két napos számodat az nem nem képezheti alapját semmiféle intézkedésnek. Tehát azt nem tudjuk megmondani, hogy ez a várt plató körülbelül meddig tart, de a számítások azok most erre ösztönöznek minket. Ez azért is nagyon fontos, ez egy korábban ismert dátum, hiszen erre tervezünk. Terveztünk már korábban, tervezünk most is, és az ellátó, az egészségügyi ellátórendszer is erre készül fel alapvetően technikai beállítások is történnek jelentős számban, tehát egy, egy ágy az nem csak abból áll, hogy ott van a beteg ágy, hanem azt fel kell szerelni, oda kell vinni az oxigén el és mindenféle orvosi gázokat biztosító csöveket, tehát ott műszaki megoldásokat kell végrehajtani, hogy az az ágy az bizonyosan azt az intenzív ellátást, akár lélegeztetőgéppel történő ellátást is tudja produkálni, amit a nagyszámú megbetegedés esetén nekünk biztosítani kell a betegek részére. Tehát ez zajlik egyrészt most, a másik része pedig a humán erőforrásnak a biztosítása, amely már szintén régebben, hetekkel ezelőtt elkezdődött. Egy néhány adatot mondanék önöknek, mert ez, ez rendkívül örvendetes számomra, hogy önkéntes egészségügyi dolgozók jelentős számban, 1600 fő jelentkezett. Önkéntes munkára, és 267-tel már szerződést is kötöttek. Ez mindenképpen azt sugallja, hogy elkötelezettek, készek a munkára, és az az esküjük, amik, amit egykor ők letettek, az egész életük végéig tart. Én nagy, nagy köszönettel tartozom ezért. Akik pedig most a rendszerben vannak, őket is képeznünk kell, hiszen ez egy új helyzet, ez egy olyan képességet, készséget kíván meg, amit esetleg az egészségügyi dolgozó a jelenlegi munkájában nem végez, mert akár másik szakterületen is dolgozik. Így módon 13.393 regisztrált felhasználó van a képzési oldalon, ez egy tekintélyes szám, és a tanulmányait megkezdte, ez vagy online képzés, vagy egy blended learning, tehát online és helyben történő képzés egyaránt. Nyilvánvaló egy lélegeztető gépnek a, a technikai működtetését azt helyben is fizikailag is el kell sajátítani, nem elegendő, csak elméletben technikailag. Akik megkezdték már a tanulmányaikat, tehát regisztráltak és elkezdték a tananyagot elsajátítani, 2822 orvos, 8803 ápoló és 659 önkéntes. Sikeres záróvizsgát is írtak már többen, 1668 orvos. Közel 6000 ápoló és 350 önkéntes. A gyakorlatokról is folyamatos visszaigazolások érkeznek hozzánk. Én nagyon köszönöm minnyájuknak ezt a, ezt a kitartó munkát, a saját napi munkájuk mellett még ezt a ráképzést és azt a hozzáállást, amit ebben a helyzetben minnyájan valóban az esküjüknek híven tanúsítanak. Önkéntes segédápolóknak külön tananyag van, lélegeztetett betegek ellátásához orvos kollégáknak külön tananyag van, és az ápolók, valamint az tanhallgatók részére szintén külön tananyag van. Azt már korábban említettem, hogy a rezidenseknek a képzése is elkezdődött. Úgyhogy én ezt a mai napon nagyon szerettem volna kiemelni, mert látszik az, hogy közös erővel együttesen mindenki a maga helyén teszi a dolgát, és ezt köszönöm szépen.